Na! Szevasztok, srácok! Közben olvasom a Bibliát, 37. Zsoltár mit ír. Upgrade-ek a Suhambongónál. Mi történik itt? Őszintén. Lehet, hogy ti is kíváncsiak vagytok, hogy mikkel szereltük fel a stábot, meg mikkel szereljük fel folyamatosan a stábot, és ezzel kapcsolatban fognak kiadni majd olyan videók, amikkel keresztül bemutathatjuk nektek ezeket a termékeket, és arra gondoltunk, hogy lehet az is jó ötlet lenne, hogy a termékek, egyes termékek között összehasonlítást is végzünk majd videók keretében. Szóval valamilyen olyan bemutató videók, amik most konkrétan akkor mondom mondjuk a mikrofonokat, ugye nem csak egy mikrofonnal dolgozunk, hanem több fél éve, tehát több fajtával. Táska, Miki, DSLR, lehet, hogy a használatáról is elsik pár szó, úgyhogy ezekre is érdemes odafigyelni. Főleg az olyanoknak, akik esetleg hasonló pályát követnének, vagy követnek, de még nincsenek teljesen tisztában a dologgal. Mi sem vagyunk teljesen tisztában a dologgal, szóval mi is tanulunk közben ezekkel kapcsolatban. Úgyhogy, ja, várjátok sok szeretettel ezeket a dolgokat. Szóval majd értesülni fogtok ezekről a dolgokról, amikkel mi felszereljük a stábot, és ezzel a munkákat is egy kicsit felgyorsítjuk, amíg vizsgázik mindenki. Mert hogy ugye vizsgai időszak, valakinek érettségi, én most vizsgáztam le, úgyhogy egy kicsi türelem még, meg minden, de közben is lesznek kontentek, úgyhogy zsír. És láttuk, hogy ugye megosztottunk egy szavazást, úgyhogy interakcióba léptünk veletek, és annyira örültünk neki, hogy erre reagáltatok és kapcsolatba léptetek velünk ilyen szinten. Úgyhogy, és ezt ne felejtsétek el, hogy ez számít olyan szinten, hogy a tartalmat befolyásoljátok. De 100%-osan, szóval nem féljetek oda nyomni egy szavazatot. Passzassátok oda. Úgyhogy, ja. Máté evangéliuma. Itt van felsorolva, hogy mit kéne mondani. Ezt gyakrabban fogjuk csinálni, úgyhogy mármint így tapasztalat szerint, mert jól jött ki az egész. Úgyhogy ez jól sült el. Az első a kategória az a poénos kategória lett, de ide linkelem az szavazásnak az eredményét, vagy linkelem, bevágjuk. Úgyhogy a cover is tetszett, arról is pozitív visszajelzések jöttek, aminek szintén nagyon örülünk. A munkát élveztük, ez ezzel jár, élvezettel jár. Egyébként ez nyilván ezzel kezdtük az elején, mármint ezt leszögeztük, hogy magunknak csináljuk főleg a kontenteket, de ugye mivel egyre elterjedtebb, meg egyre többen vagyunk. Mármint nem a csapatban, hanem így a feliratkozók szintjén. Ezért úgy döntöttünk, hogy mindenképpen belevonunk titeket olyan szinten, hogy rajtatok is múlik, hogy mi lesz a kontent, mi lesz a tartalom. Úgyhogy ezeket rendszeresíteni fogjuk, ezeket a szavazási lehetőségeket, úgyhogy mindenképpen lesznek ilyen opciók, és hát ez szerint fogunk most menni. Úgyhogy a poénos kategóriát ezt mindenképpen fenntartjuk, a cover-t sem anyagoljuk el, és ami a legfontosabb, hát egy bizonyos százaléka az embereknek ugye ezt is kívánja, gameplay, amit nem egy átlagos módon fogunk megközelíteni. És ez majd akkor fog kiderülni, amikor majd kijönnek a dolgok, kijönnek a tartalmak, viszont annyit azért elárulhatok, hogy nem sablonos story lesz, tehát nem egy átlagos módon fogjuk megközelíteni ezeket a gameplayeket, hanem mindenképpen olyan szinten törekszünk erre, hogy ne úgy képzeljétek el, hogy elindítjuk a játékot, bal sarokba ott vagyunk facecam, és közben ordibálunk meg ilyenek, hanem ez teljesen jó lesz, úgyhogy más szemszögből fogjuk ezt a dolgot megközelíteni. És de majd rá fogtok jönni, hogyha megosztjuk az első ilyen tartalmat. Úgyhogy vannak tervek. Scriptek. Mi van itt még? Ez így is izé. Tehát úgy felkonkrétek ott, de nem izélek, szóval sem. Jó van. Szerintem így...
Azért, elmondtam a cuccokat. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, hogyha akartok még több ilyen videót, akkor iratkozzatok fel. Ha meg felhajtok, iratkozzatok, akkor mit tudom, kommenteljetek. És eszkefemen ne féljetek kérdezni. Facebookon kövessetek minket, mert ott posztoljuk a legtöbb olyan tartalmat, ami ilyen inkább belső blog, szóval nem minden kerül ki YouTube-ra, a posztokat érdemes követni, a posztoknak a tartalmát, az főleg ugye nektek célozzuk, hogy interaktívabbak legyünk, mi is veletek kapcsolatban, tudjatok mire reflektálni, úgyhogy igyekszünk veletek minél jobban együttműködni, és működjetek együtt velünk ti is. Toborozzunk! Gyertek minél többen! Ennyit akartam mondani. Ámen. Brrrr.